rájön időt, belapozgasd, akkor itt még jobban meg tudod ismerni Szekszárdot. Szekszárdról szóló ajándékkönyveket ad át Gyurkovics János alpolgármester annak a 10 erdélyi diáknak, akik ellátogattak a Tolnai megyeszékhelyre. A gyerekek a Kölesdel testvértelepülési kapcsolatban álló Simén falváról érkeztek. A két falu közötti kötelék az 1990-es évek eleje óta áll fenn. Az együttműködés fő célja, hogy közösséget építsenek a diákok között, mert ez az áloga ennek a több mint 30 éve tartó barátságnak. A diákokat két pedagógus kísérte Székelyföldről, akik közül szinte mindegyik most először járt Magyarországon. A gyermekek közül Kölesdre járt a szülőkkel, de így még így csak külön velünk nem. Szülővel volt egy gyerek, a többi most van először. Én voltam már többször, igen, Kölesden voltam. Nekem van személyes baráti kapcsolatunk is a családommal, és gyermekekkel is már ötödszörre jövök. Nem szokatlan az Erdélyből érkező gyerekek táboroztatása. Áprilisban 30 fiatal érkezett Csíkszeredáról látogatóba Szekszárdra. Gyurkovics János alpolgármester szerint fontos ezeknek a külhoni kapcsolatoknak az ápolása. Örülünk annak, hogy ez egy tartós, tartalmas, régi kapcsolat Kölesddel együtt, és hát természetesen, ahogy említettem, hogy jó kapcsolatok, ismerettségek, barátságok szövődnek, ami erősíti a magyarságunkat, és természetesen lehetőségeket biztosítanak itt a diákoknak, Tolna megyének és a tágabb környezetünknek a megismerésére. A most ide látogató tanulóknak tartalmas programokkal készültek a szervezők, amiben nem csak kulturális események szerepeltek, hanem egy balatoni fürdőzés és egy szekszárdi strandolás is.